Begyenes itt, egy balhorog ott. Balzsai Károly címvédésre készül. Az ökölvívó szeretné az augusztusban megszerzett világbajnoki jövet magánál tartani. Ebben nagy segítségére lehet a családja is. Heti 10 edzés, 1000 kilométeres távolság és egy nagyszabású mérkőzés. Balzsai Károly április 21-én Schwerinben lép szorítóba, ahol Dimitri Sartisonnal kell megküzdenie. A cél a WBA világbajnoki jövőjének a megtartása. A 32 éves ökölvívó már megkezdte a kesztyűzéseket, és napi több menetet tölt a ringben. Gyorsaságomat egy kicsit még tudom fejleszteni, az állóképességem mindenféleképpen fog fejlődni a kesztyűzések alkalmával. Úgyhogy olyan nagy izom, meg mindenféle más fejlődésen már nem kell átestem, mert amiért mentem ugye Zakopanéba, a kondíciós edzőtáborba, azt ott megszereztem. Úgyhogy a technikai csiszolások vannak már csak hátra. A hamburgi élet már nem jelent kihívást Károly számára. A honvágyjal és a megszokott dolgok nélkülözésével már nem kell megküzdenie. Az évek során hozzászokott a szülői ház hiányához. Lassan 8 éve profi vagyok, és hónapokat itt töltök, hónapokat Magyarországon. A családom itt van velem, úgyhogy engem annyira már ez a távolság, illetve hogy hamburgi környezet, illetve a lét engem nem visel meg. Felesége és két lánya vele együtt teljesíti a felkészülést. Igaz Jázmin, Hanna és Tünde nem az edzőteremben hangolódik a találkozóra. A család hamburgi otthonukban nyújt nagy támogatást. Azért hiányzik Budapest, de annyira jól beilleszkedtem ide Hamburgba, illetve a német környezetbe. Nagyon jó lakásom van, nagyon jó az edzőterem, van német barátom az edzőmmel, nagyon jól megértjük egymást. Úgyhogy olyan nagy hiányérzet már nincsen. Felesége és lányainak jelenléte nem csak támogatást, de ösztönzést is jelent a nagy találkozó előtt álló ökölvívónak. Sokkal nyugodtabb nekem az, hogyha tudom, hogy ők itt vannak velem. Nekik egy kicsit nehezebb azért, mert ugye a lakás, illetve nekik nincs olyan nagy terük, mint esetleg Magyarországon, ahol a nagy család körbeveszi őket, a kert, a jó idő, és tudnak óvodába menni, meg különböző edzésekre járni a gyerekek. Nekik egy picit nehezebb, nekem könnyebb, de sokkal jobb így, hogy mi együtt vagyunk, és remélem ez nekik sem annyira megterhelő. Balzsai Károly ellenfele a szintén univerzumnál boxoló Dimitri Sartison lesz. A két ökölvívó hiába tartozik egy klubhoz, nem igazán szoktak találkozni, még az edzéseken sem. Az ellenfelem egy másik edzőterembe, a mi régi edzőtermünkben edz, egy másik edzővel. Egyszer találkoztam ideig vele, amióta Hamburgban vagyok, akkor pár szót váltottunk, tényleg nagyon barátságos volt a hangulat, úgyhogy teljesen általános dolgokról beszélgettünk, néhány mondatot, és utána elköszöntünk. Már nincs sok idő a nagy találkozóig. Az edzések egyre keményebbek és fárasztóbbak, de a cél nagyon édes, és minden áldozatot megér. Hetente 10 edzésem van, szerdán és szombaton van egy-egy. A hétfő, kedd, illetve a csütörtök, péntek, ami nagyon megterhelő. Elég kemény hetünk van, de nagyon élvezem a munkát továbbra is. Balzsai Károly kontra Dimitri Sartison. 12 nap múlva Schwerinben magyar és német szurkolók tömkelege előtt kiderül, hogy ki a jobb.